Sziasztok, én vas vagyok, ez pedig itt a reggeli pipának a június 22. kiadása, 22. Ki kiadása. Kihagytunk egy napot, de szerintem ez egyáltalán nem baj. Egyrészt azért, mert ugye hajnali kommentáltam, nem lettem volna túlságosan friss, másrészt, meg egy picit irigylem is, amikor Csabi a fotel druckerben, egy nap pihenéssel, egy nap ráhagyással uh, tud uh, véleményt mondani, mert ennek a párharcnak is jót tett az hogy, hogy lehetett rálódni egyet, leülepettek az indulatok, főleg gondolok itt a keleti hetedik mérkőzésre, úgyhogy egy picit okosabban, egy picit bölcsebben, egy picit talán körültekintőbben tudjuk átbeszélni azt, hogy mi történt vasárnap. Éjjel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm szépen Zsombornak, hogy figyeli a kommenteket, ma ígérem, hogy nem fogom elszúrni és kinézek majd a Discordra, mert be van állítva a telefonon ilyenkor, hogy ne zavarjon meg a gépen is, és nem dobta föl az értesítést, úgyhogy nyugodtan tudunk majd együtt haladni a párharcokkal, nem lesz ebből ma semmilyen probléma. Kialakult az NBA-nek a Final four -ja, de itt négy győztes meccsre lesz szükség, Láttuk szerintem azért a, a, play inben hogy van annak varázsa, amikor egy meccs dönt mindenről, de szerintem senki nem fogja bánni, hogy ebből a két párharcból 4-5-6-7 meccset nézhetünk, és ahogy ezt már több helyen, többször elmondtuk, minden mérkőzést élőben magyar kommentára adunk, tehát mától ugye folyamatosan felváltva a párharcok, aztán meg pár nap pihenő után a döntő. Úgyhogy fantasztikus dolog jelenleg Magyarországon NBA szurkolónak lenni, főleg azért, mert rengeteg tartalmat kaptok, nem csak az Eliupra gondolok persze, meg a reggeli pipákra, hanem az összes podcastra a keleti nyugaton, a keleten nyugatontól, a Tears of jordan keresztül, a Dodóig, illetve Benyó csatornáján a sajátos hangvételű összefoglalók. Szóval most már lassan magyarul is kell egy, 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 egy fél nap arra, hogy az ember minden tartalmat be tudjon fogadni, fogadjuk be mi is az elmúlt másfél nap történéseit, és haladjunk mi is időrendben, és kezdjük a, a, a megbeszélését a dolgoknak Phoenixben, hogyha nem bánjátok. Ugye teljes balladai homály van jelenleg a Los Angeles Clippers és a Phoenix Suns házatáján, mind Kawhi Leonard mint pedig Kriszpól kapcsán, nem nagyon lehet látni azt, hogy bármelyik ők is mikor fog majd visszatérni, nem nagyon uh, hallasz híreket Lenörről, bizonytalanságban azzal kapcsolatban még az sem volt sokáig egyértelmű, hogy Kriszpól volt-e Covid-fertőzött, amit tudunk jelenleg, hogy 99% esélye van annak, hogy Kriszpól a Covid-fertőzött, egyetlen pozitív tesztet... Uh, készítettek az elmúlt héten, ez Chris volt, szinte biztos. Az, hogy egyet készítettek, azt jelenti, hogy valószínűleg a csapattársakat nem fertőzte meg, amit szinte biztosan tudunk, hogy Chris Paul oltott, és innentől kezdve elvileg elegendő, ha két negatív tesztet produkál egymás után. Ugye azzal, hogy be vagy oltva, elkaphatod még a covid de gyorsabb lefolyású nincsenek szövődmények, stb. stb. Azaz Chris Paul 5 naptól 14 napig bármikor visszatérhet, ami persze azt is jelentheti, hogy lehet, hogy ez csak egy döntő, hogyha a szánsz a döntőbe jut, semmi biztosat nem tudunk. De, de itt legalább van magyarázat olyan szempontból, hogy tudjuk, hogy a Covid-nak van egy protokollja, és hogy minek kell történnie ahhoz, hogy visszatérjen. Ezzel szemben Kawhi Leonardről nem nagyon kapsz hírt, azt láttuk, hogy nem utazott el a csapattal, emiatt nagyon rossz érzéseim voltak vele kapcsolatban, azóta kijött az, hogy Kawai Lenőrnek ugye hivatalosan is knee sprain van, ami egy ilyen, nem tudom, húzódás, rándulás a térdében. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fog ez alakulni. Hogy, hogy kiesik a Clippers, és nem kell bevallani, hogy egyébként nem tudott volna már játszani, hogy, hogy aztán majd lehet, hogy tényleg mégis visszatér ugye a térde az egész évben szarozott Kawai Lenőrnek. Nekem az jelzés hogy nem utazik a csapattal, mert, mert ezeket a terápiákat, meg beavatkozásokat, meg kezeléseket szinte mindegyiket el lehet végezni az úton is, de ahogy ezt elmondta talán Csabi is, azért más az, amikor Chris Paul nincs az öltözőben, meg más az, amikor Kawhi Leonard nincs ott az öltözőben, és semmit nem veszek el Kawhi mint játékostól, de vezérként, mentorként azért nem egy kategória ő Chris 6 ponttal megnyeri a Phoenix Suns ezt az első mérkőzést, és azok, és szerintem túlnyomó részt ilyen nézőink voltak ezen a mérkőzésen, szóval azok, akik semlegesként tudtak leülni a meccs mert azért a Clippers a népszerűtlenebb Los angeles csapat, a Phoenix suns az elmúlt évtized azért nem vonzotta mágnesként a szurkolókat, Magyarországon ugye Maka és a Twitteren legenda Iktriád az, aki a Phoenix Suns szekerét, bendvegönnyét tolja évek óta, de hogy alapvetően a, a Suns nem tartozott a közönség kedvenc csapatok közé, lehet, hogy a playoffban, amit mutattak, az már ez egyik oldalra elbillentett téged, de semleges szurkolóként ez egy fantasztikus meccs volt, és több ilyenre is számítok majd ebben a sorozatban, és az történik, ami nagyjából várható, a Sansnak eddig is volt tartása pol nélkül, most is van tartása pol nélkül, és azóta ráadásul, mióta Chris Paul visszatért, azóta söpörtek is egyet. Ugye ők a Los Angeles Lakers ellen játszottak meglepően szépen helytáva Chris Paul nélkül, aztán utána jöttek a lékeznél a sérülések, meg Paul visszatért először félkarral, aztán egyre jobban belelendülve, be, hogy aztán a Denveri sorozatot szerintem nem túlzás, hogy azt mondjuk, hogy dominálja. Úgyhogy a Suns nem ilyet meg a saját árnyékától, láttunk már ilyet, Tudtuk azt, hogy a Clippersnél alap, hogy az első, de inkább az első két meccset bukják, úgyhogy tulajdonképpen papírforma eredmény született, azért mégis érdekes, ami a pályán történik. Természetesen Payne kezd, mert ő volt az, aki beugrott Paul helyett akkor, amikor a Lakers ellen megsérült. Nincs szégyenkezni valója, elég jól dob 50%-kal, kioszt 9 gólpaszt és csak egy adott labdája van, ezt szerintem Chris Paul is megsüvegeli. Folyamatosan már korosszizott Chris Paul, tehát ott volt FaceTime-on az öltözőben, külön beszélt, külön készült Chris Payne-el, hogy, hogy számoljon arra, hogy egy nagyon hullámvasút meccs lesz hatalmas nyomással, és Chris Payne ez nagyon szépen lekezelte. Chris Payne, folyamatosan Chris Payne-t mondok, campaign, campaign akartam mondani. És a másik Cam Johnson is egyébként kiváló meccset hoz a Sunsnál. És úgy emeltem ki, hogy nincs miért szégyenkezni valója, mint hogyha egyébként lett volna bárkinek a száznál szégyenkezni valója, ami nem igaz, mert nincsen. Aki szerzett legalább egy mezőnykosarat, az minimum 50%-kal dobott pont Payne esetében, egyébként mindenki 50%-nál jobban termelt mezőnyből. Öten dobtak legalább két triplát, megoszlott a terhelés a tripla vonalon kívülről, és egész meccsen összesen 7 adják el a labdát, ami megint csak a mentális felkészültségnek, a taktikai felkészültségnek a bizonyítéka, hogy érezték azt, hogy ezen a mérkőzésen, és egyáltalán egy főcsoport döntő, és azon fölött is az eladott labda, azt, az duplán-triplán tud gyilkolni. Beszélünk majd egy csapatról, aki nagyon sokszor adta el ez nap a, a, a labdát. A Sanz egy nagyon jól összerakott, nagyon tudatos csapat, akiknek sikerül az, ami egyébként csak keveseknek szokott, hogy úgy duzzadnak az egyik oldalról az önbizalomtól, és úgy pörögnek csúcsfordulat szám közelében, hogy közben meg nem látod a jelét annak, hogy bárki elbízná magát, hogy bárki könnyelmű lenne, hogyha bár, hogy bárki ö, ö, túl nagy arccal állna bele a párházba. Crowder egy picit hajlamos erre, de, de ő is azért igyekszik kordában tartani magát. Mindenki tudja, hogy hány kiló, mindenki tudja, hogy hol a helye, és csak az vállalatul, akinek ez helyel közel benne van a munkaköri leírásában, gondolok itt természetesen Devin Bookerre, de ez marha jól áll neki. 40 pontos tripladuplával nyitja a főcsoport Devin Booker, gyakorlatilag hibátlan meccse van, és ami tök érdekes ebben a, a, a tripla -dupla korszakban, ahol minden játékosnak minden este kieszik a kezéből egy tripladupla, hogy Devin Booker karrierjének ez volt az első tripladuplája a lehető legjobb időben. És mostanra így a főcsoport döntőre szerintem az átlag szurkoló fejébe is megérkezett Devin Booker, oda, ahol a szakma fejében már ott volt egy jó ideje, tehát hogy nem Devin Booker lépett igazából előre, csak most szinkronizálódott az adat, tehát most látta meg mindenki azt, hogy Devin Bookerben milyen játékos rejlik. Nagyon kíváncsi voltam, hogy ebben a sorozatban hogyan alakul majd DeAndre Ayton sorsa. És amikor a Clippers a téma, akkor tudom, hogy érdemes várni majd a harmadik meccsig, mert nagyjából Lou addigra alakítja ki a saját kis rotációját, meg változtatásait de ott van pályán 37 percet, és dob 14-ből 10 mezőnyből, megint nem vállal büntetőt, erről majd még beszélünk, 20 ponttal és 9 lepattanóval végez, és Egyelőre úgy néz ki, hogy akkor is pályán tudják tartani, hogyha Tyloo nem játszhatja se Zubácot, se a meglepetés ember Demarcus Kazin sem, aki előbukkant a kispad mély bugyraiból és játszott 14 percet, ezzel a dobott 11 pontot, és beütött öt faltot, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy nem maxolta ki azt a 14 percét, de Marcus Cousins. <kül> Aiton védekezésben, azokban az időszakokban, amikor small ball játszik a Clippers, megállja a helyét, őrzi a sarokban az emberét, csak néha segít beközépre a betörésekre, ami ismét felveti bennem a kérdést, hogy hogy biztosan Rudy Gobert kell -e a, a bullying határát súrolva savazni, és nem egyrészt a jazz külső emberei, másrészt pedig Queen Snyder a hibásak ebben a szituációban. Ugye elmondta erről DeAndre Ayton, hogy értsétek meg, hogy Play uh, Pack 12 kosárlabdát játszottam, hogy ez az NCAA divízió, ahhoz hiszem, ahol az ő csapata volt, <kül> és a Pack 12-ben nincsenek hét magas játékosok, nem voltak hét magas játékosok rajtam kívül, úgyhogy hozzá voltam szokva ahhoz, hogy fürgéneknek kell lennem, erre készülök, erre edzek, ezért nem szeretem magamat magas embernek, nagy embernek hívni, mondja Dean Rayton, mert hogy szeretek kimenni a periméterre és hátvédeket is akár fogni, úgyhogy... Dean azért megpróbáltam megkülönböztetni magát Rudy Gobertől. Én azt gondolom továbbra is, hogy egy megfelelő játékrendszerrel és egy megfelelő külső periméter védekezéssel Rudy Gobernek sokkal több szerepe kellene, hogy legyen egy Utah Jazznél, és Quinn Snyder ez bizony elszúrja. Ráadásul DeAndre dob 20 pontot 10 olyan mezőnykosárból, amit Gober is bármikor bedobna. Tehát amit DeAndre nem dob be, az mind olyan klasszikus centermozgás, lefordulás tempó, amit Gober is kihagyna. A különbség az, hogy a Phoenix Suns játékosai keresik DeAndre Dian Rayton ebből a 10 mezőnykosárból szerintem kettőt szed, talán támadó lepattanóból, a többinél megtalálják a löbbökkel, megtalálják a belépésekkel, zárásleválásokból dolgoztatják, mind-mind olyan dolog, amit Rudigóber is meg tudna csinálni, és meg tudott csinálni ebben a rájátszásban is a Memphis ellen. Úgyhogy én továbbra is, és lehet, hogy egyedül fogok ezen a szigeten majd éhen halni, ahol Rudi Gobert védjük. Én Rudi Goberrel kapcsolatban mindig is egy ideig még biztosan elnéző leszek, és azt gondolom, hogy ő inkább a rendszernek, meg a csapattársaknak az áldozata, mert, mert ezekben a szituációkban is pályán lehetne tartani. A. B. Támadásban sokkal többet kellene használni. És az a Terence Mann, aki dobott neki 39 pontot egy részét a szemébe, a mai meccsen 9 pontig jutott. A Clippersen egyébként nem látszott az, hogy alig pihenhettek, és ha már itt tartunk, szerintem erről azért beszéljünk, hogy nektek nem fura az, hogy a Clippers tovább jut 6 meccsen, 7 sem kell nekik péntek este. <kül> Pénteken lejönnek a pályáról valamikor mondjuk ilyen fél-hat körül, és pályára zavarják őket nagyjából másfél nap után, vasárnap este. Ezzel szemben a keleti hetedik meccsnek vége van ugyanígy hétfő reggel, 6 órakor magyar idő szerint és két teljes pihenő nap után csak egy harmadikon lép pályára az Atlanta Hawks, illetve a Milwaukee Bucks. Nem igazán értem azt, hogy miért nem lehetett úgy csúsztatni, hogy ma kezdődjön el a nyugat, és ö, holnap a kelet, vagy bármi más variációt. Kicsit úgy érzem, hogy, hogy aki gyorsabban végezte a dolgát, és kvázi meggyőzőbb volt, az most rosszabbul járt, és mostantól néztem, hogy nem lesz sohasem két nap teljes pihenő, hanem felváltva kelet-nyugat, 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 úgyhogy a, a Clippers kapja az ívet, de nem látszott rajtuk igazából, hogy nagyon fáradtak lettek volna, Öm, hozták magukat a tripla vonalról, ez mindig fontos a Los Angeles Clippersnél, hiszen így keresték meg a kenyerüket az alapszakaszban, és a legjobban triplázó csapat voltak, dobtak 20 trojkát 43%-kal, ez tök oké, okay. Paul George lesz még hatékonyabb ebben a sorozatban, 26-ból 10 dobott be, jó védekezést is kapott, rajta például pont látszott, hogy talán egy picivel fáradtabb, kicsit talán túl is erőltette, picit talán számított arra, hogy több faltot fognak rá fújni, de ezzel a Phoenix suns az a marha nagy probléma, hogy ha ott van mondjuk Dian Rayton lent, akkor ez a Payne, Booker, Bridges és J. Crowder 4-es gyakorlatilag csereszavatos, és lehet, hogy Pén felad kilókat, lehet, hogy Crowder felad egy kis gyorsaságot, de nem fognak rosszul kinézni, amikor george néznek majd farkas szemet. Nincsen igazán gyengevédő, gyenge védő, vannak eltérések, szóval nehéz dolga lesz majd Paul George-nak a tiszta dobóhelyzetekhez akar jutni. Ha meg betör, és nem small volt játszanak, akkor meg ott nyalogatja az ujjait Diane Rayton, hogy kiosson egy isteneset. Amikor leül a negyedik negyed elején Paul George, mert le kell ülnie, mert, 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 két nappal ezelőtt még játszott, és mit játszott, akkor egál a meccs, amikor visszajön pár perc múlva, már nyolcal megy a Phoenix Suns, és ezt nem is tudja visszahozni Paul George, de nem a leghatékonyabb meccse ez a sorozatban valószínűleg. Reggie Jackson megint hozza magát, újabb, most már meglepőnek sem mondható 20 plusz pont meccsen, a, a, többiek azonban adósak, <laughs> igazából az átütő meg jó játékkal, ráadásul Morrisnak megsérül a térde, még nem tiszta, hogy ő a mai szakai mérkőzésen pályára tud elépni. Ahogy mondtam, az előző meccsen Omega formában játszó Terence nem a falt küzd, keveset is játszik, 9 pontig jut, de ami annál is érdekesebb, csak 4 mezőny kísérletet engedélyez neki, a játékrendszer, a, 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 a játéknak a, a menete. Én azt gondolom, hogy jobban kell majd támaszkodni rá a jövőben, hogyha szeretnének nyerni, mert George és Jackson, amíg nem tér vissza, Kawhi, Leonard ketten kevesek lesznek majd szerintem a Phoenix Sunshoz. Tyronlu egyébként üm, azt a taktikát alkalmazza, üm, van -e egy angol kifejezés erre, és üm, üm, ez a Throw it at the Wall and see what sticks. Tehát, hogy Vágj hozzá mindent a falhoz, és nézd meg, hogy mi ragad föl rá. Tíz embert játszott, behozza, de Marcus Kazinszt, olyan játékosokat húz elő, akiket mostanában kevesebbet játszatott. De ebből alakul ki egyfajta ilyen, ilyen stílus Tiron Lunál, hogy hogy mondom, a harmadik, negyedik meccsre találja meg a rotációját, és kvázi minden sorozat elején nyom egy risetet, és megnézi, hogy mi működik, ezt látjuk most is napi furcsa statisztika rovatunkban a festékben ö, a harcot 54-34-re nyeri a Phoenix Suns. Ehhez képest 9 büntetőt dobnak a Los Angeles Clippers 17 ével szemben. Ami részben annak is köszönhető, sőt, hogy nagyon szépen jár a labda. Ajtóablak helyzeteket alakítanak ki a Lakers, bocsánat a Clippers nem csapoda. Feleslegesen sokszor oda sem érnek és az egyik ilyen legfontosabb csapatjáték metrika a, a, a mezőnykosarak és a gólpasszok aránya az nagyon szépen alakul. A száznál 49 mezőnykosarat dobnak, és abból 31-et gólpassz előz meg. úgy megnyerni, úgy megverni a Los Angeles clippers hogy, hogy mindössze 9 büntetőt dobsz, az azt gondolom, hogy, hogy abszolút, abszolút elismerésre méltó. Na nézzük, hogy ti mit gondoltok erről a meccsről. Szabó István, ha CP3 visszatér a Covid szünetről, akkor mire mehet a Clippers, mit lehet tudni a visszatéréséről. Ezt részben érintettem, és azt gondolom, hogy ha Chris Paul visszatér, viszont mondjuk Kawhi Leonard nem, akkor ez a sorozat lehet, hogy simább lesz, mint gondolnánk, és mondom, most valamiért azt súgja a póköztönöm, hogy hamarabb fogjuk látni a sorozatban Chris mint Kawhi Devin Booker a White Mamba írja köves idező. Fantasztikus meccse volt, fantasztikus meccsei vannak, fantasztikus playoffja van Devin Bookernek. Kámisi nem nagyon látja azt, hogy 8-onra lenne válasz a Clippersnek, ráadásul még nem is ő az első opció. Így kell használni egy olyan centert, aki akinek megvannak a méretei, és megvannak a ruganyossága, és megvan a, a, az öntudata ahhoz, hogy, hogy olyan dolgokat vállaljon el, amik működnek. Nézzétek meg azt a négy kihagyott kísérletet, ott próbált varázsolni egy picit egy ton lefordul, dobott egy tempót, azok nem mentek be. Az, hogy belépett és széttépte a gyűrűt egymás után tízszer, az működött. Toszpot Oliver a legújabb info, hogy Marcus Morris is kiadja a következőt, én még ezt nem láttam garantáltnak, de akkor lehetséges, hogy az lesz. Ha Márkusz Morris kihagyja a következőt, akkor lehetséges, hogy uh, Zubac érkezik majd a kezdőbe, most azt mondanám, és, uh, és uh, nem fogja próbálni, nem, nem smallball kezd. Majd Tájlu. meg fogjuk látni néhány órán belül. Pék Matyi, nem az a fura Leonard miért nem ment Phoenixbe, hanem az, hogy a hatodik meccsen sem ült a padon. Igen, ilyenkor az, én ilyenkor azt válva, vizionálom magam előtt, hogy Kawhi Leonard így bokától nyakig egy gipszben ül, és hogy nagyon szarul néz ki, és hogy ezért nem megy oda, mert, mert egyébként nehezen magyarázható. Az NBA szokásjog ilyenkor azt mondja, hogy a sérült játékos ott van a csapata mellett, bármi is történjen. Nem tudom. Hey ho, Az elmúlt héten több olyan dolog is történt, amit nem értek. Ilyen a francia-magyar, vagy rondó 25 percig a pályán tartása. Persze a végén beverte a triplát, de Buker úgy dobott róla, ahogy akart. Igen, ez mondom, ez ilyen első meccses finom hangolás még tylo tehát így nézzegeti a, a távolságokat, meg nézzegeti azt, hogy mi működik, meg mi nem. Ma este, ma éjjel folytatódik a párharc, nézzétek mag azt, meg majd azt is, mi pedig térjünk át a második mérkőzésnek a feldolgozására. Ugyanis hetedik meccsünk volt keleten, az Atlanta Hawks Filadelfiába látogatott, és... Hát szerintem nem túlzás azt mondani, hogy egy, egy sokkoló mérkőzést kaptunk a végén. 103-96-ra nyer az Atlanta Hawks. 103 dobott ponttal ki tudja ütni a Philadelphia 76ers-t. Megfordítom a kérdést. Egy mindent eldöntő összecsapáson 100 pontig sem jut el a Philadelphia. Így megtörténik a csoda. A Hawks feláll 2-1-es hátrányból is főcsoport döntőt játszik. És ennek mindenki örül persze Atlantában, meg a keretben is de senki sem annyira, mint Clint Capella, mert ne keveset beszélünk erről, amikor aláírnak szerződéseket, megmondják, hogy hány évre szól, meg megmondják azt, hogy mennyi az összértéke, de hogy a játékosoknak vannak bónuszai, vannak valószínű és nem valószínű, likely és unlikely bónuszai, amik például a, fizetési plafon kiszámításakor is számításba veendőek vagy vehetőek, és Clint Capellának volt egy olyan kitétel a szerződésében, hogy ha a Hawks főcsoport döntött játszik, az egy milla dollárban. Tehát Clint Capella felment vasárnap éjjel, és mikor lejött, akkor egy millióval gazdagabb volt. Ez persze bruttó, le kell ladozni, de tett is érte Clint Capella, erről majd hamarosan beszélünk. Ez az első alkalom az Atlanta Hawks történetében, ha hihetünk a statisztikusoknak, hogy hetedik meccset nyernek a franchise történetében, és mindössze a második főcsoport döntőjük 2015 óta, az akkor nem sikerült annyira jól, meglátjuk, hogy majd mire mennek a Milwaukee Bucks ellen, nagyon nehéz erről a meccsről úgy beszélni, és meg fogom próbálni, hogy az ember ne a Sixers hiányosságait emelik, emelje ki, amikor, amikor a mérkőzést befolyásoló tényezőkről beszél, hanem, hanem az annak a, az okát emelje ki, hogy, és a Hawksnak az erényeit domborítsa csak ide meg fogom próbálni. Ez a csapat hozzáállásban, mentalitásban nekem nagyon sokban ugyanazt hozza, mint a Phoenix Suns, szarnak a világra, magabiztosak, csak ők még ráadásul azzal is élhetnek, azzal az előnnyel, hogy nincs rajtuk súly, mert azért a Phoenix Suns kelet, nyugati második kiemeltként azért kapta, kapta az ívet, á nem lesznek jók, á túl vannak értékelve, az Atlanta Hawks-tól igazából senki nem várt semmit, a legtöbben már eleve New Yorki továbbjutást, úgyhogy a kettő-kettő utána az azt gondolom, hogy ebben a sorozatban, amikor kiegyenítettek hazai pályán, és kiderült, hogy nem 4-1 lesz belőle, mint amit még múlt hét szombaton az Eliubban vizionáltunk, akkor, akkor megjött ez a 2-2, onnantól a Hawks szezonja készen volt. Ha kiestek volna utána 4-2-vel, mindenki azt mondta volna, hogy egy szuper év volt, fejlődtek, beleszagoltak a rájátszásba, nagyon szépen köszönjük a részvételt, jövőre innen folytatjuk de szintet tudtak lépni, és, és, és itt az üzenet szerintem Mike Budenhoz, ennek, aki ugye volt az Atlanta Hawksnak a vezetőedzője, és ugyanazt csinálta kis túlzással, mint a Milwaukee Bucksnál, hogy fantasztikus alapszakasz csapatokkal vallott kudarcot aztán a rájátszásban, és ugye Kevin Durant böszmen egy cipői múlott, hogy ez nem történt meg így idén sem, bár nem hiszem, hogy egy 4-3-as vereség egy netztől olyan giga kudarcnak számított volna, ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy nem volt Irving, félig volt Harden egyébként meg mégis, de hogy ezt csinálja egy jó nagybetűs csapat, hogy az ilyen olyan olyan alapszakasza után szintet tud lépni a playoffra. És ezt látod hozzáállásban, ezt látod mentalitásban, és ezt látod egyébként védekezésben, mert az Atlanta Hawks a volt szintet tudott lépni, az a védekezése volt. Ezen a hetedik meccsen volt 9 darab labdaszerzésük, 17-szer adatták el a Philadelphia-val a labdát, és először a sorozatban a legfontosabb meccsen tartják 100 pont alatt a Sixers-t, 107.7 volt a védőhatékonyságuk, 112, bocs, az egész playoffban 107 per 7, tehát a New York és a Philly ellen, az alapszakaszban 112 volt, 5 pontot javítottak a védő hatékonyságon, 107 az már lehet, hogy beférne a top 10, top 5 környékére. Ez egy nagyon jó szám, és, és az, hogy ezt a playoffra tudod meghozni, az mutatja azt, hogy milyen a csapategység, mutatja azt, hogy milyen négy meg milyen meg hogy egyáltalán milyen ez a Hawks. Verhető volt ez, a, ez az Atlanta Hawks ma este, mert Reddish és Hunter után, a két fiatal másodéves után, akik tavaly és tavaly előtt uh, is sokat voltak sérültek, Hunter még a playoffot elkezdte, és fontos volt a, a Nix ellen rendel lassításában, ő is kidőlt a sorból, szóval melléjük erre a meccsre tulajdonképpen kidől Bogdanovics. Játszik 22 percet, de 4 pontot dob, 8-ból 2 mezőnyből nem sok vizet zavar, a Milwaukee sorozatra őt össze kell drótozni, mert nélküle piszkosul nehéz lesz. Én azt hittem, hogy ezen a meccsen is nehéz lesz, de voltak, akik másképp gondolják, és nem Trey Youngra gondolok, elsősorban, majd beszélünk róla is, hanem Kevin Hörter, John Collins és Clint Capella triójára, akik hárman együtt 54 pontot hoznak. Szerintem keresnünk kéne azt, hogy ők hárman mikor tudtak ennyit együtt ilyen hatékonysággal beletenni a közösbe. 32 mezőny kísérletükből 21 a helyén volt, ez 60% fölötti teljesítmény, akárhogy is nézem, két-harmadda a dobásaiknak az jó volt, plusz jön még a kispadról az olasz Gallinari, aki az első három rigója után 6 per 10 zár mezőnyből, és egy hatalmas cúla, tehát Danilo Gallinari-val szerintem ez az, amit nem veszünk sokszor figyelembe, hogy, hogy ő, ő méreteiben, és ez néha azért hátrányára válik, mert, mert egy lomha csávó is tud lenni, de, de megkerülni is nagyon nehéz, meg támadni is ellen nagyon nehéz, meg védekezni, ha nincsenek meg a centik, meg a kilók, piszok nehéz. Dobott nagyon fontos utolsó másodperc környéki kosarat az előző meccseken védővel az arcában, szóval amikor Galinárinak jó napja van, akkor ő meg tudja csinálni a saját dobó helyzetét és be is tudja dobni. És szükség van erre a négy játékosra, mert a Hawks vezére Trey Young három néden keresztül az off, -off -ja. Nem találja a dobását úgy kezdi meg a negyedik negyedet, hogy 2 per 16 a mezőny mutatója, van az egész meccsre vetítve négy adott labdája, és, és látványosan szenved um, Simons védekezésében. A büntető vonalra oda-oda ér, tehát azt azért nem veszi el tőle Simons, hogy ha fájból fogja, akkor ő sem, de, de a, a védjegy flóterek sem hullanak be. Azok a triplák, amiket máskor bedoba a logó környékéről, most mind kijönnek a gyűrűről nem volt egyszerűen jó meccse uh, Trey Youngnak, aki elmondja a meccs után, hogy, uh, hogy nem működik a dobása, a jobb karja és a válla az teljesen offos, de, de végig küzdött, és ez a küzdelem a negyedik negyedben meghozta a gyümölcsét, mert a negyedik negyedben dob 10 pontot, odaér megint csak a büntető vonalra, és amikor igazán fontos, akkor ő az, egy nagyobb asszály után, amikor nem tud pontot dobni az Atlanta Hawks, aki a vállára tudja megint venni ezt a csapatot Kevin Hörterrel, aki egész meccsen egyébként fantasztikusan játszik. Kihasználja azt például Kevin Hörter, hogy Seth Curry van rajta, és kihasználja a magasság meg a súlyfölényét, és, és, és imádom ezt, amikor van egy játékos, Kevin Hörtert alapvetően eddig én úgy ismertem meg, hogy a tripla vonalon szeret mozogni, és bemegy birkozni. Seth Curryvel, és dobja róla a plusz egyeket, tehát amikor, amikor valaki nem az történik, hogy meséltem ezt a meccsen, aki nézte, attól bocs, hogy duplázok, hogy tök mindegy, ki van mögöttem, én azt csinálom, amit szoktam. Kevin Hurter megbeszélte valószínűleg az edzői stábbal, és átbeszélték, hogy ez lesz majd az egyik gyenge pont, amit érdemes támadni, de megy és támadja Seth védekezésben, és kiválóan áll neki, és dobja a plusz egyeket, a végén még Mathis Tybull leolvad, és akkor átver a fejére, hogy majdnem kiesik a vörös a hajából, dob három büntetőt, ez egy kulcsfontosságú védekezés, Kevin Hurter egész lenyűgöző volt ezen a mérkőzésen. A Sixers meg kevés volt ezen a mérkőzésen, Embiid támadásban még oké okay volt, bár érdemes megnézni a, a shot csártyát, a lőlapját. Az NBA egyik legjobb támadó centere kétszer ír oda a gyűrű alá. Ennyire van rossz állapotban a meniszkusza, középtávolít és távolít vállal csak, de így is eljut 29 pontig, bocsánat, 31 pontig, és van még mellé 11 lepattanója. Úgyhogy hozza a harmadát kb. a Sixers pontjainak, viszont, viszont elfárad, és védekezésben olyan mozit nyom a második félidőben, hogy krint Capella úgy néz ki mellette, mint, mint, mint Shaquille O'Neal fénykorában, pedig semmit nem csinál Clint Capella, csak az alapvonalon sétál föl alá, és egyszer ezt a nagyon bonyolult mozgást eltéveszti Joel Embiid, fel kell ugrania, Trey Young löki neki a paszt, és vagy egyből tud zsákolni Eliubból, vagy mondjuk meg kell kapni, és fel kell ugrani, mint a pornépnek, de Clint Capella borzasztóan könnyen hozza a pontjait, mert Embiid védekezésben nem brillírozik ezen az estén. Seth Curry a tragikus hőse a 76ersnek, túl teljesített az egész sorozatban, most is eljut 16 pontig, amikor nála van a labda jó helyen van, be is dobálja megint 50% fölötti hatékonysággal, de ahogy mondtam, ugyanabban a betegségben szenved, mint Joel Embiid a túloldalon védekezésben meghal. Kevin Hörter megfőzi vacsorára, kiköpi a csontokat és odaadja a kutyáknak, nem tud mit kezdeni a, a tényleg életemecsét játszó e, atlantai fiatallal, úgyhogy ők ketten azok, akiket tudod dicsérni, de őket is csak támadásban, mert védekezésben mínuszasak. Akit meg tudnál dicsérni védekezésben, azok meg támadásban számítanak most ezen a mérkőzésen inkább ballasztnak, mint előnynek. Tobias Harris a legrosszabb pillanatban blokkol le 8 per 24 ezen a meccsen mezőnyből, és ha megnézitek az előző vereségét a Philadelphia-nak, a két kulcsmérkőzésen, amikor, amikor, amikor maga javára fordíthatta volna a, a szerencsét a Philadelphia 76ers, Tobias Harris pont akkor blokkol le a második bet zsinórban a kis sem tud életet lelni csapatában, csapatába, szét lehetne szedni a plusz-minuszokat, hogy Fajból az egész sorozatban minuszos, hogy Dwight Howard az egész szezonban minuszos, hogy nem tudják hozzátenni a kiegészítő emberek azt az extrát, amire szüksége lenne a 76 Sixersnek. Ugyanis van még egy játékos a csapatban, Ben Simmons, aki, aki az elmúlt napokban ebben a sorozatban olyan részvényár zuhanást produkál, amilyet nagyon ritkán látsz az NBA-ben, a pályán mutatott teljesítmények. Olyan, olyan, olyan csók artist lett Ben Simmons ennek, ennek, a jelképe, amilyen, amilyen, amilyen kegyvesztettséget ritkán élsz meg az NBA-ben, hogy, hogy nem azért, mert, 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 mert valamit nyilatkozol, nem azért, mert eligazolsz a csapattól, nem azért, mert nem tudom, köztörvényes bűnöző leszel, hanem a pályán mutatott teljesítményeid alapján mezedet égessék, mesztégetni genyóság, mesztégetni parasság, de valahol jelzi annak az amplitúdóját, hogy, hogy mit jelent ez a teljesítmény, amit Ben Simmons ebben a playoffban nyújtott. Üh, üh, igyekezni fogok nagyon finoman bánni a szavakkal, mert szögezzük le azt is, hogy most bármennyire is furá hangzik, de egy sérült emberről van szó. Tehát Ben Simonsnak, ami a fejében van, az az NBA történetében is kirívó orvosi eset. Ilyen szintű önbizalom hiányjal én NBA játékost, akinek egyébként ennyi egyéb tehetsége lenne a játékhoz, nem nagyon láttam. Higgyétek el, hogy akar ő jól támadni, akarő akar ő pontot szerezni, álmában biztos triplákat dobál, de olyan, olyan blokk van a fejében, amit tényleg csak a közelmúltból már kell hoz tud hasonlítani. És, és tényleg neki, neki segítségre van szüksége, mert mert ez a sikertelenség aztán nagyon csúnya dolgokhoz vezethet később. Úgyhogy valahogy őt fel kéne alazítani, fel kéne, azítani, fel kéne ö, 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 hozni arra a szintre, amit egyébként ő képes hozni, mert érted védekezésben meg pocsékestét csinál tréjágnak és. és nagyon sok mindenhez jól ért ebben a játékban. De a végén már a, a, abban, amiben jó, a betörésekben, a gyűrű környéki befejezésekben is már teljesen bizonytalan volt, mert talán az játszott le a szem előtt, hogy most beviszem a gyűrűhöz, le fognak jutni mehetek a vonalra, megint kihagyom meg fogom előzni még Ben is, mint minden idők legrosszabb büntetőzője, á, inkább elpasszolom a labdát. És ennek ugye az eklatáns példája a negyedik negyed, amikor, amikor leosztja a betörésnél inkább Matthew akinek két ember van a nyakában, bele is ugranak, és szájból kihagy egy, kihagy egy, büntetőt, és nem tud zárkózni tovább. Kettő plusz egy helyet egy büntetőt tud bedobni Matthew Stiebel. Egyetlen dolgot tudok felhozni Ben Simmons ellen tiszta szívvel, az az, hogy, hogy valószínűleg ő túl makacs és túl büszke ahhoz, hogy, hogy segítséget kérjen, és hogy elfogadja, hogy neki segítségre van szüksége. Duck Rivers most azt nyilatkozta az első csalódottsága után, amikor elmondta, hogy nem tudja, hogy egy ilyen irányítóval, mint Ben Simmons bajnoki címet lehet -e nyerni, hogy, hogy Ben hajlandó változni, hajlandó dolgozni a dobásán. Én azt gondolom, hogy, hogy legyen így amit ebben a sorozatban művel, az katasztrófa, és amikor azzal kezdik el védeni, meg ő is egy kicsit saját magát azzal kezdi el védeni, hogy na jó, de hát azért csak 13 gólpaszt kiadott, hát az NBA-nek a honlapjáról lementettem nektek két Simons gólpaszt ebből a 13-ból, és ajánlom szíves figyelmetekbe, hogy mi történik megkapja Embiid, egyszer leüti, kétszer leüti, lepördül, fade away, ez egy Simons gólpaszt volt, amit itt láttatok. Nézzünk még egyet, Simons az alapvonalon, megszabadul a labdától, megjátsza Tobias harris -t. egy leütés, két leütés, ez volt egy másik Simons gólpaszt, nézzétek végig mind a 13-at, aztán döntsétek el, hogyha a tiétek a feladat, most már loopolódik a videó, hogy gyűjtsétek össze <coughs> Simons gólpasszait, akkor nektek hánynál áll meg a számláló. Szerintem nem biztos, hogy 13-ig jutnátok el. Vissza is váltok a megfelelő képre. Így van. Így ér véget ez a sorozat. Hatalmas dolgok vannak Filiben az elmúlt két napban már mindenkivel is szóba hozzák Ben Simons-t. Nehéz látni azt, hogy neki van Filibe visszatérés. Olyan, olyan szembeszélbe kellene neki teljesítenie, és egyébként is látszik, hogy egy agyas csávóról van szó, aki ezt magára tudja húzni, hogy én, én komolyan, komolyan aggódnék, hogyha neki Filiben kéne úgynevezett ilyen hostile hangulatban visszajönnie. Bruce Bowen elmondta már, hogy ő amennyire ismeri Povovicsot, bárkit odaadna a Ben Simonsért, és talán tudna is vele valamit kezdeni. Felmerült már, hogy jó csere lenne ő Portlandbe McCallumért, valamit majd kezdeni kell vele. Elmondható, és persze utólag mindenki sokkal okosabb, hogy bele kellett volna menni a McCallum cserébe, bocsánat, a Kyle Lowry cserébe, bele kellett volna menni a Harden cserébe, meg kellett volna szabadulni Ben simons mert, mert az ő ideje Filadelfiában valószínűleg lejárt. Joel Embiid megfogadta, hogy majd jövőre még jobb lesz, és még jobban oda fog figyelni magára. Szerintem Joel Embiidtől sokkal többet már nem várhatsz el. Egy dolgot olvastam én is, amit én elmondtam már a reggeli pipában, hogy örültem, hogy, hogy más is így gondolja, hogy amint dolgoznia kell, azok a befejezései és azoknak a leérkezései, mert Lassan az összes sérülése arra vezethető vissza, hogy állatmódon megpróbál átzsákolni valakit. El kell kezdeni elassulni, hiába van még a 20-as éveiben, már most el kell kezdeni elassulni, mert a sérülései azok erre vezethetők vissza. Na nézzük a 76ers hókoszot. Nem csak Simonsza Hunyó így a Marci, Rivers és felelős embít sem a bajnokcsapat alfahímje típus, az egója lényegesen nagyobb, mint a használati értéke, és nem teszi jobbá a csapattársait. Rivers szerintem is felelős, Embiid viszont én azt gondolom, hogy abszolút uh, alfa hím típus, és amíg meg volt a térde ebben a playoffban, addig abszolút dominált is. Jó szeme van a játékhoz, uh, önkritikus, példával vezet, én azt hiszem, hogy Joel embiid sokkal többet nem szabad, meg lehet, meg kell elvárni. Nekem ő rendben van, ezzel nem értek egyet. Az, hogy uh, <coughs> Rivers mit csináltott volna másképp ebben a párharcban, arról lehetne <coughs> vitatkozni. A támadó játéka mondott igazából csődöt a Filadelfiának, mert a, a védekezésük tehát 100 pont környékén tartották minden meccsen ők is az Atlantát, de de támadni nem tudtak. Azt nem viselte el a csapat, hogy, hogy a csapatban van egy egy mínuszos dollár csiliárdos Ben Simmons személyében. Kötél Gábor szerint mocskosú sokba kerül a csávó Ben Simmons. <coughs> ahhoz képest, hogy nem csinál semmit, az a legnagyobb vicc, hogy semmit sem fejlődött, Be, egy betörés nem csinált, Ali Bizet, mint Gerazolia válogatott meccseken. Ú, ez kemény mondás, főleg a vége. Szaniszló Csabi, nehogy elolvassa. Az utolsó részhez nem tudok hozzászólni, nem értek a focihoz. ben Simons meg 42 pontot dobott két hónapja a Utah Jazz ellen. És akkor betört. Tehát fejlődött ő, minden itt van. Mint, mint amikor, amikor kihoznak egy, egy Teslát, vagy, vagy valamilyen, valamilyen autót, és, és hogy szoftveresen vannak letiltva benne dolgok. Ott van benne a teljesítmény, ott van benne az, hogy, ö, hogy kigyorsulja a szemgolyodat is, csak át kell állítani valamit, és ki tud jönni belőle. És Ben Simons most szoftveres szinten van visszaállítva. Hogy ne csak Ben Simons tekézzük, Seth Curry nagyon szép számokat hozott, évi 8 milláért nagyon jó value for money, írja Horváth Ádám. Abszolút egyetértek, mondom, Hörter miatt elő tudod venni, de hát Hörternek voltak pocsék meccsei is ebben a sorozatban. A tökéletes időpontban játszott tökéletesen. Reverse szerepe például itt uh, vedhető fel, hogy, uh, hogy nem tudták-e volna valahogy tehermentesíteni Curryt Hörter őrzése alól, mert az látszott, hogy erre utazik az Atlanta Hawks. Nem tudom, mi ez a nagy Simon szekézés, és ebből lesz, így a kövesi Dezső. Az összes meccs negyedik negyedében 100%-os mutató, 7 meccs alatt 3 per 3. Hát ez a vállalkozó kedvét mutatja. Simonsnak kele Ádám. Simons a liga egyik legkomplexebb játékosa. Én, aki Kobin nőtt fel, és nézek fel rá, érthetetlen, hogy tudott megnyerni magának egy olyan játékos, aki 15 pontot sem átlagol. Hihetetlen. Harlai, Hartai Zoltán írja, Baska Simonsról eszembe jutott egy régi Dire Straits szám, Money for Nothing. Szégyen, hogy a végén már pályán sem lehetett tartani. Egyetértek. Hatalmas, de van mellette. Simonsban szerintem benne van egy full co hasonló feltámadás. <köhem> Azon meg el kell gondolkoznia szerintem a Philadelphia 76 ersnek hogy két egy per egyes hogyan csődölben állunk 5-6 éven belül, miközben fullcról kiderült, hogy más környezetben, és persze ha egészséges, mert most a szezon második felében nem volt, az akkor meg, akkor meg egy más játékost látunk. Szabó Istvánnak nem tiszte védeni Simons, mert felelősséggel is jár egy 175 misis szerződés, de ekkor ekkora gyűlölet szó, amit egyetlen sportoló sem érdemel. Remélem, hogy összekapja magát, összekaparja magát. Én azt gondolom, hogy ha, ha, ebben mondom, lenne tudatosság, lenne parasság, lenne, lenne, lenne túlzott önbizalomból fakadó kudarc, akkor vannak szituációk, amikor megérdemled a, azt, hogy, azt, hogy leszedjenek a tíz körmödről de mondom, Simonsnál ez, ez agyban van, és ez picit olyan, de most ez erős a példa tényleg, de mint hogyha egy dánkóros csúfolsz, vagy egy autistát csúfolsz, tehát szeretne jól játszani, nem tud jól játszani. Pöszmet Péter, azért nem szabad elfelejteni, hogy elit védő, egy ötig bárkit véd, azért az nem potyog az égből, teljesen igazad van, viszont ezeknek a játékosoknak nem 30 milliódot szoktak fizetni, hanem mondjuk 15-öt. Ö... Nézzük meg Tony ellen szerződéseit, meg Bruce Bowen szerződéseit, meg ezeknek a védő specialistáknak a szerződéseit. Kálai Boldvin, meg megmilyen munkáról a Hawksnál mi a véleményed? Sokszor elővette őt a p nél hogy nem jut fel előre a csapat. Most mennyire az ő sikere ez a konferencia döntő? Igazad van, de nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, pont macmillan már kevésbé ö, vettem őt, bocsánat, pont a PCS-nél már kevésbé vettem őt elő, még a korábbi állomás helyén volt ezzel szemben benyomásom, amikor a PCS-nél volt, pont azt mondtam, hogy meghazudtól, és rám ráncáfolnék, itt ahogy őket összerakta, Szerintem fogják a fejüket, mert ugye ha belegondoltok, a tavalyi döntőstől kapott ki akkor az Indiana Pacers, szerintem bármikor tárkarokkal fogadnák meg McPillen, aki köszöni szépen, és a liga egyik legizgalmasabb keretével most főcsoport döntőt játszik. Úgyhogy valóban uh, volt időszak, amikor Nate McPillen nem tartozott a kedvenceim közé, a Pacersnél ez már részben változott, a Hawksnál meg abszolút a feje tetejére áll. Gere Marci, a Hoax is nagyon rendben lesz jövőre, Young, Hörter, Hunter, Reddish, Collins, Capella, Galinári mag elég erős, pénzben sem kerül túl sokba, ha igazolnak valakit, akkor jövőre még jobbak lesznek. Nem tudom, hogy Galináriék után mennyi pénze marad még a Hawksnak, lehet, hogy ebből már inkább cserével tudnak erősíteni, de hát kihagytad a Bogdanovicsot egyébként ebből a felsorolásból, aki szerintem hát minimum az első három helyen kéne, hogy szerepeljen, de lehet, hogy direkt akkor, akkor bocs. Akkor viszont nem értelek úgyhogy a mid-level az náluk marad, és Trae neve szerintem elég komoly húzó név lesz ahhoz, hogy, hogy valaki egy mid levelért majd őket válassza a veteránok közül. Zámbó Dominik, remélem mindenki megjegyezte a szavait az interjúból, hogy csak figyeljünk rájuk. Igen, hát kirázt tőle a hideg, igen. Árok Attila, Rivers is csatlakozik a csapatot kereső edzők név sorába. Hát figyelj, egy hónap múlva azt mondtam, vagy egy hónappal ezelőtt azt mondtam volna, hogy nem, hát nem létezik, hogy kirúgnak valakit egy, hó, egy év után. Aztán azóta megtörtént két edzővel is, ha jól emlékszem, ugye Van Gandhi és Björgren. Úgyhogy simán lehet, hogy Rivers is megy majd a levesbe. Ne felejtsétek azt el, hogy Duck Riversnek 29 olyan veresége van edzőként a playoffban, amikor ha nyert volna a csapata, akkor tovább jutnak. 29 closing game-et vagy sorozatzáró meccset buktak el a csapatai. Az elképesztően magas szám, és azt 30% a mérlege ezeken a mérkőzéseken. Hát 10 millió légy nem tévedhet, mondják ugye a lószarról. Azért ez nagyon erős szám. Riversről olvastam még egy ilyet, hogy van-e edző, aki ilyen sok ö, tehetségből ilyen keveset tudott kihozni a pályafutása során. És akkor megint elkezdesz gondolkodni, hogy igen, ott volt az az Ellen, Pierce, Garnet trió. Emlékezzetek vissza arra a hármasra, hogy milyen szinten volt egyben fejben, meg, meg mennyire kellett oda egy csúcsedző. Ahhoz a három játékoshoz szerintem nem kellett. Ott inkább a Lyon Paukhoz, meg az akkori fiatal Rajon Rondóhoz, meg Big Baby Davishez lehet, hogy kellett. Ez a három srác azért azt megoldotta. Szóval Rivers, ja, abszolút benne van, hogy kirúgják. Tomoya Gergő, én azért megnéztem a meccset még egyszer, és hát inkább a sérült vára miatt nem dobta be Treyang, nem pedig Simons védekezése. Köszönöm a kiegészítést, az igazság ilyen félúton van. Tehát, hogy olyan flóterek mentek mellé, nem is kicsit, voltak rövidek, amiket Treyang egyébként álmából behaigál. Török Péter, így a Simons meg egy maradék szotyiért, valaki jól fog belejárni, járni, a fili szurkolók viszont beáraszták magukat, nem lesz fákjás menet a free agent piac számukra gondolsz itt az égetésre, meg a dobálásra, meg a fújolásra. Figyelj, tehát Filadelfiában hat évet szoptak kollektívan ezért. Tehát azért ne felejtsd el, hogy a filadelfiai közönség meglepően dalolva ment, mint a velszi bárdok a halába, hogy oké, okay, csináljuk ezt a process dolgot, de utána történjen valami. És ez lett belőle. És közben elköltöttél évente nem tudom hány ezer dollárt a bérleteidre hogy a te pénzedből építsék fel ezt. Egy játékos lehet, hogy nem gondol bele ennyire mélyen. Én innen berkenyéről azt mondom, hogy marhára igaza van a filiszúrkolóknak. Hey ho, írja hey ho. Uh, Duck rivers kapcsolatban kezdem azt gondolni, hogy előszezonban szeret nyaralni, mert más reális okot nem látok, hogy ennyi erős csapatával kiesik a főcsoport döntő előtt. Igen, ez, 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 ez könnyen, könnyen lehetséges, és, uh, és előfordulhat. Mielőtt rátérnénk a kommentekre, sikerült egy elég szép rendet kivágnom, ahogy itt azt érzem. Beszéljünk két nagyon fontos dologról, az egyik a csatorna életben tartásában és fenntartásában, ugye láttátok, most már lassan egy hetek in lesz a videó, létfontosságú Patreonokat, csináltam nekik egy szebb képernyőt, mert az előzőt nagyon utáltam, itt látjátok az elmúlt hónapokban, elmúlt hónapban csatlakozott Superstár patronusokat, de legalább ennyire nagy köszönet illetve az all akik az elmúlt hónapban csatlakoztak. Bátonyi Rihárd, Bence Círbusz Balázs, a Dodó Basketball TV és Podcast, Ducsai Ákos, Havbutha, Hordos Donát, Hornyák, István, Jártas Bence, Juhász, Misi, Konzili Krisztián, Korándi Dávid, Kovács Martin, Krumez Dávid, Máté Krisztián, Molnár Balázs, Nyúl Krisztián, Rusty Ocean, Simon Ákos, Krisztián, The Klo, Turinaj Dominik, Varga János, Varga Rihárd és Zola. És fun fact, Ugye minden második hétfőn szoktunk találkozni egy Google Meet beszélgetésben az All-Star Patreonokkal, amit most így bepróbálunk sűríteni a playoff alatt heteken, hetente való találkozásra, és ugye éppen állok át a munkai naptáramról egy Google Kalendál naptárba, mert ugye a céges e-mail címen meg fog szűnni, és ott tároltam eddig a meetingeket. Most ilyen kétlaki életet élek, minden meetinget felviszek két helyre, és és kitöröltem azt, hogy, hogy nekem uh, hétfő este hétkor kor uh, Patreon All van, hazaérek tegnap, nem tudom, három négy hétkor, ezer melón volt, benne aludtam a városban, nem túl sokat, és mondja a hogy elmegyünk kutyát sétáltatni, meg nyolctól tudunk valamit nézni együtt. Na persze, 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 basszus Patreon All meet. És, uh, és leültem, és a hét legjobb két órája, úgy repül el ezekkel a srácokkal, megbeszéltük az összes párharcot, kiveséztük a Rickard Lajsorsát a Dallasban, úgyhogy ha valaki olsztár is itt van, és még nem nézett be ezekbe a Google Meet-ekbe, nézzen be, mert nem kell beszélni, lehet hallgatni is, de nagyon jó hangulatú beszélgetések szoktak lenni. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Amit még szeretnék elmondani, hogy a csatorna támogatója az egész playoff alatt a reggeli pipákban a Tip Mix Pro, és ma hajnalban ugye újabb meccset rendeznek, a Sixers már kiesett, úgyhogy a Clippers is a Jazz játszik, és megnéztem, hogy milyen otcokat adnak a Phoenix győzelmére, 1.45-nél áll jelenleg a számláló, 2.65 a Clippers, kiindulva abból, amit az első meccsen láttunk, kiindulva abból, hogy a Clippers lassan bútol, én azt gondolom, hogy a Phoenix magabiztossága a második meccsre is elegendő lehet, úgyhogy nekem a tippem ma innepre az, hogy 2 0 el fog húzni a Phoenix. És azt is gondolom, hogy 220 pontnál minimum több fog születni. Erre egy 62 es ott jár, ezeket ugye egyben nem lehet megkötni, hogy valami válogatott meccset hozzácsaptok, és már is jobban fog kinézni a szorzó, de én azt látom, ebben a sorozatban jelenleg még, hogy, hogy nincs semmi, ami arra engedne következtetni, főleg, hogyha Morris nem is játszik, hogy ne a Phoenix nyerne. Aki bátor, az megtelt egy nagyobb győzelmet is. Én azért a Clippers tartom annyira tökösnek, hogy mecsben tartják magukat, de az, hogy nyer a Phoenix, azt, azt nagyon valószínűnek tartom a mai este folyamán. Nézzük a kommenteket, amiket összegyűjtött. Huha, ezt nem akarom bekapcsolni. Bastakuli. Ezt miért csinálja? egy pillanat, és mindjárt rendet teszek. ez a Logitech-nek a, a, a kamera mahináló cucca, és elég egy rossz gombot megnyomnom, és elindítom, és minden átállít. Milyen fura színem lett. Jöjjön a komment szekció, ezt a programot pedig letörlöm most már a gépemről. Hú, van, iszom előtte. Ivok Levente kérdezi, jó reggelt, ha a Bucks jutna tovább, melyik matchup lenne jobb nekik, a Clippers vagy a Suns? Hát, hogyha egészséges a Clippers, akkor is azt gondolom, hogy a Clippers lenne a jobb matchup. Szerintem a, a, a Suns azzal, hogy van egy étonjuk, és tudják használni, és... Azért Brook Lopeznek fel lenne <coughs> adva a feladat, hogy mit kezd vele. Én azt gondolom, hogy a Clippersnek most jelen formában jobban örülnének Milwaukee-ban. Jelfis. Kávajon számon kérni azt, hogy fura, olyan, mint a vizen számon kérni, hogy nedves. Ebben is van igazság. Kövesi Dezső Budenhozert meg kell tartani egy csapatnál az alapszakaszra, utána a playoffra jöhet egy másik edző. Ez teljesen, teljesen igaz mondás. Kéne egy ilyen pl csereedző -csere playoffra. Márton írja Marci, írja, 3-4 éve Simons miatt tiltottak ki az NBA Sport TV csoportból, mert a process szentehénnek számított Simonszal együtt, aki kritizálta és szembe ment a közvélekedéssel, azt nem tűrte meg a sok birka. Marci, nem voltam ott, nem olvastam minden kommentet, de lehet, hogy azért a te stílusod is egy picit ebbe belejátszott. Mondjuk azt, hogy lelkesen tudsz érvelni az igazad mellett. De hát itt van a reggeli pipa, és itt kifejtetett a véleményed. Itt még nem történt olyan, amiért ki kellett volna tiltani. Babócsi Balázs írja, Hali volt egy videó, hogy Kávé csapattal ünnepelt GameSix után mindenféle védő nélkül volt. Na ez jó hír viszont. Kámisi írja, a netes NBA kommentelők arctalan tömegéből egy virtuális Stephen A. Smith lett, mindenki mondja hangosan kiabálva, ismételgeti a szélsőséges gondolatait. Ezzel teljesen egyetértek, nem tudom láttátok-e, amikor a Fridericusnál kaszati volt a vendég, én megnéztem, és az mondjuk fura, amikor elmondja egy millió követővel, meg, meg lájkolóval, meg hasonlókkal, hogy ő nem gondolja, hogy meg tudja változtatni az emberek véleményét. Tehát azok a cégek, akik ott tartanak, költenek náluk nem tudom mennyi pénzt. Mit gondolnak akkor, amikor ezt hallják, hogy egy influencer tartalomgyártó nem tudja megváltoztatni az emberek véleményét. Az más kérdés, hogy politika volt akkor a téma de ott mondja el egyébként Kazatibi is, hogy borzasztóan rossz irányba ment el a kommentelés, és fenyegetőzés, és életveszélyes, és személyeskedés, és még sorolhatnám, úgyhogy szerintem soha rosszabb állapotban nem volt még az internetes kommentkultúra. Tehát most már van egy konkrét generáció, és nem akarom rájuk kenni, aki már így ebben ő bele, de ami még érdekesebb, és ez a magyar politikai életben is egyébként abszolút számon kérhető és látható, hogy van egy idősebb generáció, aki most szabadult be, és amit ők tolnak, az is nagyon masszív. Szóval nem túlságosan <coughs> szép környezet, eléggé toxikus. Én egy idő ideje már az ilyen típusú kommenteket nem is engedem be a csatornára, bocs. Enyém, azt csinálok vele, amit szeretnék. Gerem Arci, most ez a még álló négy csapat megkapta az esélyt a gyűrűre, ami jövőre nem lesz, mert jövőre jön az egészséges Netsz és Golden State, utóbbi még bevákolhatja a mini pikket, és akkor lesz fogaknak csikorgatását. Hát, hogy a Golden State-nek nagy estélye van, mert hogyha kikerül a háromból a mini -pikje, akkor nekik valóban vagy egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges fiatal esik a ölükbe, vagy pedig, ami legalább ennyire fontos, hogy olyan csere alapjukön jön össze a saját pikjükkel, esetleg Wiseman-nel, stb. amiből harcba indulhatnak gyakorlatilag bárkiért a ligába, aki nincs egyértelműen bezárva egy széfbe, hogy őt nem lehet elcserélni. Nem lebecsülve egyik csapatot sem írja Benke Tibor, de egy hawks suns döntő esetén előfordulhat szerinted, hogy még a tavalyi döntőnek a nézettségét is alul múlják. Az NBA-nek nem mindegy ez most. Ebben neked lehet igazad, nem láttam most a nézettségi adatokat, az utolsókat. Nekünk szerintem biztos, hogy felüdülés lesz, lehet, hogy a nézőknek is felüdülés lesz, hogy új neveket tanulhatnak meg. Nem gondolom azt, hogy egy, egy Clippers akkora mágnes lenne egyébként a, 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 a nézettség szempontjából. Szerintem Paul. Ugyanezt hozza, az underdogot meg szerintem szeretik nézni az emberek, úgyhogy én nagyon remélem, hogy nem fogja befolyásolni se a döntők kimenetelét, az ettől való félelem, sem pedig a nézettségeket. A Golden State példája mai napig a legjobb a csapatépítésre ide marci, draftolni értő szemmel a magot, nem elszállt fizetéseket adni, fejleszteni a játékosokat, majd a végén beilleszteni az utolsó darabot kívülről. Minden szabad arany maximálisan egyetértek, amit még hozzá tennék, hogy a közben érkező veteránokat pedig okosan menedzselni. Gondolok itt például, hogy meggyőzik Igudalát, hogy jó lesz neki a hatodik ember szerep, vagy David lee hogy menjen le cserének. Ott volt több, több ilyen zseniális húzás az edzői stábnak. Három Attila, így a Szia Baska. Volt olyan szezon, mint az idei, ahol ennyire beleszóltak a sérülések a meccsekbe. Top 10 játékosok nagy része sérült. Ez a bubblenek is köszönhető? Szerintem volt azért olyan, amikor, amikor a végére, akik odaértek, azért nagyon sérültek voltak. A Cleveland tudna erről mesélni, minus Irvingel, minus Lávval. Most értem szerintem, milyen mérőszámot keresünk, tehát hogy hogyan hasonlítod össze az egyik szezont a másik szezonnal. Most jött ki Kevin Peltonnak egy cikk az ESPN-en erről a témáról, azt még nem olvastam, de az biztos, hogy ez egy szemre, meg, meg érzésre kirívó szezon. Nem feltétlenül a Bubble a probléma, hanem a Bubble vége és a szezon kezdete között eltelt rövid időszak ez lehet, hogy több embernek megtépáztam a fizikumát. Horror paródia írja, Baska kérlek segíts volt egy fogadásom, hogy nem fogod beolvasni, kérlek olvasd be, mert elbukom a fogadást. Ezt nem fogom beolvasni. Német József Magyarország nem hivatalos 2K bajnoka. Kérlek olvasd be. Jó, nem tudom, mi volt a fogadás témája, de a felét kérem a díjnak. Szabó István egy kis pipa innen is, Hörternél legnagyobb király volt még hozzá az, aki egyedül beszélgetőtárs nélkül ilyen faszán végig közvetítette a meccset, gyermeki őszintességgel, imádtam, nagy voltál, ó, hát ez én vagyok. Figyelj az van, hogy én nagyon szeretek közvetíteni Csabival is, Zümivel is, Ádival is, mindenkivel, de hogyha néha-néha két-három hetente kapok egy meccset egyedül, én azt úgy szeretem, hogy nagyon. Nem tudom, hogy miért, ne, ne, tényleg ne kérdezzétek, valahogy az van, hogy, hogy végigérzem a nyomást meg a felelősséget, amikor szakkommentálok, akkor van időnként, hogy átengedem a terepet, belemerülök egy statisztikába, keresek valamit, ott meg ez nem fér bele, úgyhogy ö, nem azt mondom, hogy állandóan csinálnám, de de néha nagyon örülök, hogyha ad erre lehetőséget a sors meg a, meg a szerkesztő szasza. Reggel Twitteren olvastam így a pálinkás már, hogy állítólag Zion nem boldog New Orleansban, és a Golden State szívesen vinné Wiseman plusz pikkek, mennyire lehet valós? Az első részt én is olvastam, hogy Zion ö, nem boldog, de amit mond az, hogy ha ma hajnalban hármon kívülre kerül a Timberwolves, akkor minden ilyen beszélgetés innentől valid lesz. Tehát szerintem ahol nem az történik, hogy be van betonozva, imádja a csapatot, imádja a csapata, megvan a fizetése, mindenkit szerintem ezzel a csomaggal be tud támadni majd a Golden State Warriors. Nagyon veszélyes időszak jön ebből a szempontból, és akkor, amit majd Marci mond, az még inkább hatványozottabban igaz lehet. Megint Gere, Marci Simons problémája messze vezet, liga szintű probléma, az NBA-ben dolgozó scoutok -ok és azok, akik a játékások kiválasztásáért felelősek, fényévekkel vannak elmaradva a foci szakemberektől, még mindig az megy a kiválasztásnál, hogy a. Na, itt van egy ilyen izé kitiltás közeli szóhasználat, nem igázzunk már azért Marci. A gimiben főiskolán elkezd osz nélkül izmosodni, épp nem töri el a labdát, ugrik, mint a bolha, és ezért azt hiszik róla, hogy itt a következő Jordan. Na ez például egy olyan szélsőséges megnyilvánulás, nem a niga miatt, ami egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy most hány ilyen játékosról tudsz beszámolni? Az, hogy Ben Simmons skillsetje abszolút NBA ready volt, amikor jött. Hány olyan játékost hoztak már, hogy jó, el dobni majd megtanítjuk. Szerintem azért egyre ritkább az. És lehet, hogy ez is általánosítás, és majd keressük meg, de tehát az idei, az újoncok közül hányra mondod azt, hogy baszt volt? Sőt, inkább mindenki jobban teljesített, mint hogy vártál. Úgy így néztük az idei, idei újoncokat, hogy ilyenek lesznek. És tehez képest úgy összeraktál egy első, meg második csapatot, hogy Wiseman be se fért. Ezzel nem értek egyet. Tuznik Martin, szia Baska, mit gondolsz, nem homarkodt el a Celtics a Kemba trédet? Kivártak volna egy Simons Kemba csere, szerintem jó eséllyel összejött volna, win-win. Ez az aspektus egyébként érdekes, mert, 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 valóban elhamarkodták. Szerintem Brown és, és Tatum mellett nem tudom mennyire lett volna megoldás, Simons mondjuk, Elhorford is magas. Figyi, van benne valami, szerintem nem gondolta ezt akkor át ennyire, ennyire Stevens, és örült, hogy van egy lehetősége megszabadulni Kemba Walker-től. Olimpiai kosármetsz kibeszélők is lesznek-e? Vaska kérezi. Zsig, kiváló a kérdés, az Eliubban szeretnék is majd beszélni az olimpiai keretekről, mert engem lenyűgöz, hogy milyen sokan vállalják a játékot, és legyen. Ez egy jó gondolat. Legyenek olimpiai kibeszélők. Hát a közösségi oldalak átka kezd előjönni, a Sánta Gábor, bárhol nézel a világban, egyre rosszabb irányba megy el, és ki tudja, milyen következményei lesznek ennek. Így van, ezzel teljesen egyetértek. Ugye nem csak nekem reflexszerű, szerű, hogyha baska iszik, akkor én is írja így a horkoló helikopter, legyen így. Figyí sokat, ilyen időben, én egyébként gigasokat iszom, napi, hát három liter az minimum, szerintem, hogyha egyszer elkezdeném mérni, való 4-4,5 liter, lenne a vége, úgyhogy igyatok nagyon sokat, főleg ebben az időben. Nálunk a házban, földszintes a házunk, és a, a nappaliba van csak klíma. Amikor ide költöztünk, akkor már nem maradt pénzünk, plusz a csajom az ilyen nagyon masszív klíma ellenes volt és nem tudom, 8-9 év után, amikor már sokat volt itthon ugye nyáron barnussal, és be voltak zárkózva egész nap lehúzott redőnyök, mi könnyű szerkezetes házban lakunk, aminek rengeteg előnye van, az egyik hátrány az az, hogy borzasztó hamar fel tud melegedni. Tehát, ha felnyitod a redőnyöket, akkor ott meleg lesz. És akkor rábeszéltem egy klímára, aztán jött ugye a pandémia, én ugye hátraszorultam ide a dolgozó és streamelő szobába. Azért most nem fázom, úgyhogy lehetséges. Most nyáron már szerintem ezt most már kibírom, hát ha fogyaszt egy picit. De majd ősszel, amikor majd enyhül a nyomás a klímaszerelőkön, akkor lehet, hogy bedurrantunk ide egy klímát. Jövőre jó lesz az nekem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Megtoltuk ezt ma Béláim. Nettó egy óra megint lett. megy közben a rögzítés, ami azt jelenti, hogy amint vége van az adásnak, ezt töltöm is föl Simplecastra, ami azt jelenti, hogy négy órakor elérhető lesz majd az összes jelentős podcast platformon. Holnap ismét reggeli pipa, és mostantól elvileg ugye minden nap főcsoport döntő. Elvileg minden nap pipa, annyit tennék hozzá, hogy azt fenntartom magamnak, hogy ha esetleg éjjel kommentálom az adott meccset, akkor másnap nem lesz róla pipa. Hogyha ebben ki tudunk egyezni, akkor nem lesz para. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és figyeltétek a reggeli pipát, köszönöm a sok kommentet, Zsombor, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket összegyűjtötted, nekem és Discordon közzétetted, holnap is jön a pipa, én Baska voltam, sziasztok!